Sziasztok! Ezt a videót annak apropóján készítettem, hogy idén meglátogattuk az újszegedi elhagyatott vasútállomást, amely zsákvégállomás lett az 1944-es vasúti híd lebombászását követően. Linkjét a felső információs sávban vagy videóim között megtaláljátok. Az egykor szegedi vasúti Tisza híd, amely 1944-ig bonyolította a Szegedet Temesvárral és a szomszédos Bánáttal összekötő vasútvonalak forgalmát. Magyarország második vasúti Tisza hídját eredetileg két vágány számára tervezték, ám 1920 után a hídon csak egy sínpár futott. A trianoni döntéssel jelentőségét veszítő létesítményt a II. Világháborús pusztítások után már nem állították helyre. És akkor ez lenne az újszegedi oldal, arra található az újszegedi vasútállomás. Miközben ezeket a képsorokat nézitek, mesélek még egy kicsit a hídról. A híd cölöpözését 1857. március 1-én kezdték. A híd az 1855-ben mért legmagasabb vízszint fölé 8 méterrel ívelt át, hogy a magasabb hajók az árvíz idején is átkelhessenek alatta. Ez pedig itt a hídcsong, ami az újszegedi oldalon maradt. A II. Világháború idején a szegedi vasúti híd kiemelt hadászati jelentőséget nyert. Ezen a vonalon szállították a német csapatok utánpótlását a balkáni frontok irányába, illetve a román olajat a harmadik birodalom felé. A híd jelentőségével tisztában volt az angol szász hadvezetés is, ezért 1944 nyarán elrendelték megsemmisítését. A bombázók első júliusi akciója még nem okozott jelentős károkat. 1944. szeptember 3-ai támadás során a hídszerkezet 8 közvetlen találatot kapott, a szegedi iparthoz közelebbi pillér kimozdult a helyéből és a folyó irányába bedőlt. Egyébként itt a szegedi oldalon, a híd csonkjánál találtunk egy emléktáblát, ami emlékeztet a szomorú eseményre. És akkor ez volna már a szegedi oldal, itt a klinikáktól nem messze, egy kicsit megbújva, de itt találjuk a két szegedi sínpárt, ami átvezetett Újszegedre. Egy kicsit benőtt a növényzet is, de ennyit még meghagytak. És akkor még itt a másik oldalon találhatunk egy emléktáblát szintén, a szegedi hídra emlékezve, illetve egy térképet is, hogy hogyan nézett ki előtte. Egyébként erről a helyről sok szegedi nem is tud, ezért gondoltam, hogy megmutatom a videó keretein belül. És akkor itt van a térkép, amit emlegettem még az előbb. Egyébként itt a szegedi oldalon található az elhagyatott Tisza pályaudvar, amelyet majd egy későbbi videóban fogunk megtekinteni, de azért megnézzük egy épületet, ami szorosan kapcsolódik az emlékmű mellé. Amint láthatjátok, tele van teljesen szeméttel, omladozik, a vandálok már teljesen tönkretették az épületet. Itt még egy ilyen kapcsolószekrény van. Ide biztos el fogunk látogatni egy következő videó sorozatában. Köszönöm szépen, hogy megtekintettétek a videómat. Tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!